a közvetlen közeg, amit célul kitűz, illetve amelyre rá van kényszerülve. Tehát ez egy értelmetlen dolog. Na most említette a családot, maradjunk ugye a hazai cigányságnál, említette a családot, mint a legelső lépcsőfokot. Hát, szinte el is dőlt a dolog, már bocsánat, hogy ezt mondom. A hazai cigányság nagy tömegeinek állapotát tekintve, hát akkor bizony itt elég nagy még az az út, amit be kell járnunk. Hát igen, erre talán a legegyszerűbb vagy legkézenfoghatóbb példa lehet akár az is, hogy nézzük meg a lakókörnyezetet. Tehát egy ház, illetve udvar, porta, nevezzük bárhogy, lakás szépségét vagy csúnyaságát nem feltétlenül az adja, hogy mennyi pénzből épült. Tehát az, hogy nekem igényem legyen, hogy tisztán tartom, és nem oda szemetelek, ahol lakom, és ez csak egy nagyon apró példa, ez nem pénz kérdése. És ebből következik minden más. Itt ebben a cikkben vannak konkrét megoldási javaslatok is. Az egyik, amelyet már egyes polgármesterek próbálnak is bevezetni, ugye a liberális média ösztüze ellenére, hogy és pedig, hogy a segélyeket közmunkához kössék. De van itt más javaslat is. Mi az, amit ön a legfontosabbnak talál? Hát nagyon sok, mivel egy nagyon komplex problémáról van szó, valóban ennek akkor van értelme, hogyha a több dimenzióban egyszerre érvényesül. Tehát az, hogy a segélyeket közmunkához kötjük, vagy bármilyen más munkához, ennek az az értelme gyakorlatilag, ennek egy nevelő, illetve ösztönző célja van. Tehát ezt meg kell tanulni, ahogy nekünk és senki másnak a világon semmi nincs ingyen. Tehát azért nekem tennem kell valamit, hogy valamit megvehessek, elérhessek, egyről a kettőre jussak, vagy alap esetben a társadalmi mobilitásban előre haladjak, ne pedig visszafelé. A másik, hogy maga a segélyezés is egy nagyon, nagyon problémás dolog. Rengeteg szociálpolitikai tanulmány bemutatta már azt, hogy az állandó rendszeres segélyezés például konzerválja a hátrányokat. Tehát ha én valakit állandóan segélyezek, nem teszem érdekelté az egyént abban, hogy egy picit, mondjuk egy minimálisan több pénzért dolgozzak. A munkanélkül is megkapom azt. Magyarul beágyazom ezt a rendszert a mindennapi életbe. Igen, hát ennek az eredménye az, hogy ugye itt most már azt mondják, a második vagy harmadik generáció nő föl úgy Magyarországon, hogy nem látta a szüleit dolgozni egyáltalán. És akkor ennek egy szélsőséges példáját ragadom ki, hogy nem is tudom, hol volt az a gyilkosság. Igen, tudom, ahol azt a nénit megereszokolták és megölték, egy idős hölgyről van szó, hogy a riportban megszólaló cigányasszony azt mondta, hogy ha több segélyt adott volna a polgármester, akkor ez nem lenne meg. Mindössze egyébként azt hiszem pénzt nem is vittek el az öreg hölgytől. Tehát érezhető, hogy itt óriási probléma van. De ezen hogy lehet változtatni? Hát most közhely, de természetesen nem lehet másképp változtatni, amíg nincs nevelés. Ahhoz, hogy neveljünk valakit, ahhoz azért először ismerni kell a problémákat. Tehát azt, hogy mézesmázas, liberális szöveggel elkendőzzük a valós tényeket, ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát ez előbb-utóbb olyan robbanáshoz vezethet, szó szerint fizikai értelemben, amit senkinek nem kívánhatunk szerintem sehol a világban. Már szinte tragikomikus, hanak tűnik, hogyha ezt a következő sort felolvasom, hogy büntetett előéletű személyek ne indulhassanak, ne tölthessenek be semmilyen politikai társadalmi státusz, de segélyt se kaphassanak. Na most én megnéztem, összegyűjtöttem 11 cigányvezetőnek különböző Európa parlamenti képviselőket, ideírtam különböző pártok mellett és nem pártokban helyet foglaló cigányvezetőket, és ketten nem voltak büntetett előéletűek a 11-ből. Ők a 11 legismertebb. Hát szól ez. Most nem mondom, hogy meglepődöm, mert természetesen foglalkoztam a kérdéssel, illetve olyan sokat beszélünk ismeretségkörbe, és hát a Kárpátia műhelynek az elég sajátja, hogy kényes témákat feszeget. És hát ez igazából tökéletesen mutatja azt a morális, erkölcsi fertőt, amely pontosan olyan közegen uralkodik, ahol semmi keresni valója nincs. Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a Pörzsölő,